Nos, Water Sage lánya. Minden logében. Start, elindult a nyeretlenek verseny 1200 méteres távon. Utitás, Perfect Girl és Power Slide 3-as kezdett a legjobban, és rögtön 2-3 hosszas előnyük van a többiekkel szemben. Az újoncok közül Garland kezdett egészen jól, hátul Vadkörte, illetve Narancsa kezdett, vagy kapott lábra meglehetősen gyengén. A lovak a túlsó oldal végén járnak, és továbbra is vezet Perfect Girl. Perfect Girl, Utitárs, Power Slide. Ez az első három ló sorrendje. Nagy favorit Niketas közepesen indult, és jelen pillanatban ott galapozik az ötödik helyen. Zárkózóban van, csak úgy, mint Ray Robbins, akit tavasz óta nem láttunk. Perfect Girl csak sétálott a frontban, a többieknek azért már lovagolni, többieket már lovagolni kell. Niketas jön még viszonylag könnyen, de elég komoly a hátránya Perfect Girl-rel szemben, a befutó pedig közeledik, hiszen egy jó 400 méter van hátra a versenyből. A 400-as táblát Perfect Girl érje el elsőként, Niketas pedig ott van az ötödik helyen, Three Robbins pedig a második helyen halad, majd jön Utitárs. Most indít nagy hajrát Niketas, de hát a vezető lúval már nem nagyon tud mit kezdeni, mert óriási az előny a távolszlopnál Perfect Girlnek. Perfect Girl fogja nyerni a nap hatodik futamát, mögötte Free Robin szerez majd egy második helyezést, a harmadik helyen pedig Utitárs ér célba. Nagyon-nagyon szétszórja ezt a mezőnyt Perfect Girl, ő a nyerő. És nagyon jó, hogy beszéltél Perfect Girlről így a futam előtt, hiszen ő húzta be, tehát az ő mondjuk így, hogy hosszú kihagyása érlelt meg egy győzelmet. Második lett Three Robbins, aki szintén hosszú kihagyás után futott, és harmadik lett az az Utitárs, aki abszolút elképzelhető volt, és sorozatban harmadjára szerzett harmadik helyezést aló. Tehát 7-es, 8-as, 9-es ez volt a befutási sorrendünk ebben a futamban. 7-es, 8-as, 9-es a nem hivatalos befutási sorrend. Niketas csalódást okozott. Hát lehet, hogy nem 1200 a távja. Igen, de hát megnézték. Abból lehetett kiindulni, hogy a derbire készítették, és ott nem futott jól. Tehát se a derbibe, se pedig a... Hát mondjuk volt neki egy jó 1006-os futása. De mondjuk ez a galopja sem az igazi. Nem, tehát elég rendezetlen a mozgása. Ez nem az a Niketas, akit tavasszal láttunk. Igaz, akkor gyepen futott, hiszen a klasszikusokban készült. 1600-on sokkal jobb volt, mint 1200-n. Igen, de hát utoljára, amikor ezt futotta, az is egy szintetikus pályán elért eredmény igen, volt. Igen, itt fönn van a feje, nem tudott elkezdeni ezzel a mezőnnyel. Lehet, hogy visszakerülő majd mérföldre. Tehát 7-es, 8-as, 9-es a nap 6. futamában a nem hivatalos befutási sorrend, 1,3 a szorzója nyerőnek, mi pedig majd félszem.